Sziasztok, sziasztok, itt egy Miharus, ez itt a Csábításból jelesnek a... hanyadik? 31. azt hiszem, hogy mit tudom én. 30. bocsánat, bocsánat. Ó, mi ez a andalító zene? Aj. Hát annyira jó, hogy nem tudtam neki ellenállni. Azért vegyük már lejjebb, mert az infarktus az majdnem behatolt a szívembe. Nos, akkor pillanat, csak itt vannak itt ilyen problémák azon a számítógépen, amit nem terveztem, hogy elő fognak itt kerülni. Jó, oké, minden hülyeséget bezártam, ami nem kell. Nos, akkor kezdjük a 30. epizódot. A művészetek szeretete második rész, következő indítása. Azért akkor csak a 31. epizód. Na, mit magyarázok én itt a butaságokat? Nos, azt mondja, mindenki sokkos állapotban van, ez a nebasi teót állítólag nem sokkos sűrűs idő, ami történt. De mi történt valójában? Tedd meg, amit csak tudsz az emberét és a családjáért a 31. epizódban, és sorry, ha hadarok. De én gyorsabban szoktam olvasni általában, mint ahogy még beszélek is. Na, akkor a 31. epizód vészhelyzet. Játék indítása. Hoppá, kicipő. Azt el kell mondjam, hogy nincsen sok akciópontom, jelen pillanatban 137-es akcióponttal rendelkezem. És bocsi, hogy csak most csinálom ezt a videót, ugyanis iszonyatosan durván sok dolgom volt, ráadásul hát azt el kell mondjam, hogy nagyon sokat dolgozom, úgyhogy de azért igyekszem azért nem annyira durván késni, de azért már kijött egy 4 napja? 5? Azt hiszem. Na mindegy, legalábbis igyekszem. Na, akkor nem beszélek tovább, azt mondja, hogy eltelt néhány nap, mióta Alexander bekerült a kórházba. Ezt láthatjátok, hogy a játék az megváltozott. Tehát, hogy grafikailag is. Na nézzük. Most sosem aggódtam ennyire senkiért sem. Azt mondja, Alexander mozdulatom vezetve fekszik, nem tudom kivenni ezt a képet a fejemből, mintha nem azt tette volna a fontosságát. Tehát megállt volna az idő. Igen, muter, gépésen felnéztek az anyukámra. Hát mi nem vacsoráztunk, azt nem vagyunk kéhesek. De Mutter is megváltozott! Jó. Apukát sütött kekszet! Aha, azt mondja, hogy igen, hát igen, állítólag azt a legrosszabbat sikerült elkerülni, úgyhogy most már helyre kell jönnie. Azt mondja, hogy csak a családnak volt joga bemenni ugye Lisanderhez, azt mondja, hogy igen. Aha. Hát dehogy nem, készen állok arra, hogy... De ott a mutáról miért vagyok 0%? Hát nem 100%-nak kellett volna lennie? Egyébként. Na mindegy. Hát csak az anyám, csak szeretjük egymást, vagy nem. Nem. Jaj, kék lett anya! Anya! Ja, jó. Oké, megyünk és akkor... Nem túl hangos ez a zene, mi mindig? Csak úgy érdeklődöm, tehát így nem jobb. Na. És akkor azt mondja, pihenésre van szüksége. Jó. Elrontja az egészet. Az Isten áldja meg ez a zene. Nagyon jó. Sokkal jobban érzem magam. Van egy kis zene, de azért mégse. Azt mondja, fejlom rózsát és menjünk együtt. Haló, tessék, azt mondja, ne haragudj, azt mondja, hogy zavarlak, van ennyi, mondjuk a híred. Aha, 10 óra megyünk, aha. Na akkor. Nem rossz egyébként ez az új kinézet, csak fura. Mi meg kell szokni. De hát most
Minden változás furcsa. Hát Alexi ki volt kapcsolva, nem tudtuk felhívni. Ugye mindig Lizander jár a fejünkben. Aha, itt fent találkozunk. Hullafáradt vagyok. Hallod, gyerekek, menjünk már abba a kórházba. Aha. Castiel! Ő biztos eljön Lizanderhez. A végül is haverok, tehát megoldható. Azt mondja... Na! Első eldöntendő kérdésünk. Nos. Azt mondja, hogy felébresztettelek, ne haragudj, nem kellett volna felhívnom téged, szerinted? Nos, igazából... nem tudom. megkezdjük a félbeszettőkkel. Hát nem feltétlen. Szerinted ez paraszt? Ne haragudj, nem kellett volna felhívnom téged, ez hülyeség. Felébresztettelek? Jó lesz? Nem, nem nagyon tudok aludni mostanában. Megértem, én is így vagyok vele. Na mondjad, mi a helyzet? Szóval, ha nem szeretném meglátogatni az Lizandert, és gondoltam, biztosan szeretném, hogy jaj, menjünk együtt már, mert tököm. El akartam menni, de nem tudom még, hogy mikor. Oh. Hát jó, mi az? Félsz egyedül menni? Nem. Akkor szia, cső. Nem sokkal vagyok előrébb, ez igaz. Ránézzük a fáradt, csak aludj már! Na, másnap, na végre. Egész jó egyébként, hogy megcsináltak egyébként ezeket a dolgokat. Az ős reggel, amit az a napfény itt az ablakon beszűrődik, ugye az... Szőnyegen, nem mindegy. Nehéz szívvel ébredtem, gépesen fölkeltem. De hagyjuk már ezt a gépies dolgot. Keljél fel, azt haladjunk. Mit vegyek föl? No! Igen, hát itt ugye... Itt ugye vannak ilyen dolgok. Ugye attól függ, mit szeretném, mert hogyha ezt választod... akkor, ha jól emlékszem... Akkor Armin és Kentin ugye lesz ez a ruha. Ez meg ugye Lizander, Castiel és ő Ken... Vagy mi az? Lizander, Castiel és Nathaniel. Őt hagytuk ki, szegény Nathanielt. Úgyhogy nekem ez kell. Úgyhogy jóvá hagyjuk. Hát, bocsánat. Elnézést kérek. De ez... nonsense. Hogy néz ki ez? Jahaj! Nem is rossz. Ez mi? Ez honnan van? Nem is tudom, honnan vannak az utcok. Jó, ezt tudom, ezeket. De... Atya Jézus. Na. Az, hogy ne. Na jó, oké. Csak hogy... Nagyon szerencsétlenül néz ki. Némelyik. Na ez így tök olyan jó nagyban látszódnak a dolgok. Ez tetszik. Ez begyere nekem is. Cörörem. 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 Jó ruhát azt hagyjuk magunkon. Oppá! Értem. Jó, szárnyat akarom levenni szerencsétlenről. Ez tök jó. Aha.
Na, itt lesz szerintem a lehető kieg... Nem, nem. Nem, nem, fogalmam sincs! Halvány! Lila! Gőz! Aha, megvan. Na, ez mi? Ez mi? Ja? Jó. Ja, még rajta maradt egy ilyen... Cucc! Jól van. Az egy pulcsi bió. Sorry, de ez... Mi? Hallod, mert borzasztó, és akkor most így oké? Jó, elmentettük, és akkor most örüljek neki? Na! Jó! Oké! Na, angyalka vagyok, még az... Ezt még levesszük róla, mert azért idegesít. És kész. Na, menjünk vissza! Szóval! Ez jó lesz. Hát persze, hogy jó lesz. Menjünk tovább. Indulni kell, bár... Hoppá! És akkor most már így jelöli. Ez tök jó. Ez tetszik. Na. A szüleim már felkeltek. Hát még jó, hogy 0%-a szeretjük őket, jó? Mész is. Igen, azért találkozunk. Regéz, amit mielőtt elmésítettem palacsintát. Na, gyerünk már, jó, ne aggódjatok. Na, házunk előtt, szobám, oké. Házunk előtt. Ez láttam, hogy nem változott. Kint dudálnak az ablakon, éljen! Az ablakon dudálnak, ezt még megmondtam. Na jó, menjünk, lélegezz mélyeket, sétálni kell. Fantasztikus. Istenem. Jó. Hát ő megmondta, mikor érkezik, de fogalmunk sincs. Mit kell csinálni? Mert elfelejtettem, hogy Letty mit mondott. Vagy azt nem azt, mit mondott, hanem... Menjünk be az iskolába, vagy az... Mi? Vagy mi? Menjünk a parkon keresztül. Az sose volt rossz. Kávézó. Boltok. Kávézó. Gimi. Hát nem. Hát ez szop. Nem mondom ki. Ma... Boltok. Na várjatok! Most mi van? Tudom, hogy el kell menni a videóba, de az hol van? Jó van. De pánikoljunk, én sem pánikolok. Közé busz megálló, boltok, bazár. Bazár? Bazár? Nem. Gyerekek, nem megyünk sehova. Kit érdekel? Ott egy cica! Na várjál, ezt most át kell gondolnom. Hát igazából még csak a busz megállóban nem voltam. Hát összepisilem magam, gyerekek! Hát hogy jutunk el a bióba? Hallod? És 5 akciópont, hogy a gimilti térre menjek. Hallod? Ezt nem hiszem el. Hát találkozzunk már valakivel, vagy valami. Hát ne szórakozzatok velem. Most szopatsz. Az a játék megint szopat, hallod? Ez hihetetlen. Hát összepisülem magam. Ez hihetetlen. Te azért ezt látjátok? Tehát, hogy... Tehát... Érzékelitek, hogy mi van? Az játék szivat. És de jó, hogy forog a kamera, hát ez hihetetlen. Na, lefrissítem az oldalt.
Ez nem. Ezt nem bírom el, ezt nem. Tudjátok, hány akciópont ment el? 100. Arra, hogy én nem találok senkit! És semmit! Hallod? Ez mi szopat? Hol van az a... Majdnem csúnyát mondtam. Majdnem azt mondtam, hogy ez a szar, de most már kimondom. Mini játékok. Hallod? Azt is meg sem megcsinálom. Hallod? Ideg áram... Fú! Nesze. Tépjed ki a virág szirmait, mert ideges leszek. Hallod, nem fogok odaírni... Elmondom, hogy mi van. Most jelenleg veszem nektek ezt a videót, de nekem találkozom van délután, és... Nem nyertem! Hát akkor... Pasz meg. Két pénz. Na, legyen két pénz. Jó van. 20 pénz. Nekem 8. Uhuhu! Nyertem 20 pénzt! Ez az... jó van, megérte, jó van. És hol van a izé? Nem érdekel, hanem... Hol van az a teendők? Tehát, hogy volt egy olyan, hogy te, egy izé, mit kell csinálni, az hol van? Folytatom az epizódot, de ne szórakozz már! Hallod? De én hülye vagyok, gyerekek. Én megmondom az őszintét nektek, hogy nagyon hülye vagyok. Csak én nem találom. Vagy ami baj van velem? A szobámba... Na nézzük. Képek. Jó. Adatlapom. Mini játék epizódok. Üzenetek. Fórum. Átöltözés. Logikus. Vennem kell akciópontot. Fasza. Jó. Nagyon jó. Az igen. Fű, gyerekek. Jézus Isten! Ha? Nem szedjük a fatert. Hát az... van ez így. Anyást se szeretjük. Nagyon jó. Némely szereplőre nem is emlékszem már, hogy mi, ki, kinek, hogy és miért került bele. Hát erre azt tudom, hogy mi ez. Na. Ez ennek a apukája. Aha. Jézus Isten, ez... Jó, hát... Nekem ez nem megy. Fű, gyerekek. De most... Miért nem? Tehát, hogy... Most valakivel találkoznom kéne. Tehát, azt tudom nagyon jól. Ez most szopat engem. Nem kicsit, baszki, nagyon. Fűte. És ennyi volt az akciópont! Akkor egy 10 másodperc, gyerekek, várjatok! No. Újra van akciópont. A lényeg az, hogy nekem... Tehát, hogy... A busz megállóba kéne menjek. De... Hallod? Innen. Én feladom, bazd meg. Ne haragjatok, de káromkodom. Komolyan mondom, mi az Isten?
Most direkt, amikor vettem az akciópontot, megnéztem egy francia videót, és hogy mondom, én csinálom rosszul, vagy rosszul emlékszem? De nem. Ide kell jönnöm ebben a repek busz megállóba. Nem bírom. Na most még egyszer megnéztem a felvételt. A francia Chelsea-tól, és azt mondja, hogy semmi extra nincs, körbejárja az egész Atya Úristent. Bocsánat, most itt fogja, bemegy a parkba, stb. Nem találkozik senkivel, megnézi a kávézót, bla, meg ilyenek, elmegy a bolthoz, meg mit tudom én. És akkor fogja, és bizony a busz megállóba, és kész, és akkor itt kéne kihozza a menüpontot, ami szerint ugye... Faszom. Én visszamegyek. Na ez nem volt benne abban a videóban. Nem szólok inkább semmit. Pedig a kezünkben volt a telefon. Hát úgy volt, hogy lerakja. Jó, hagyjuk. Itt van az interakció, amit kerestem. Nem baj? Nem baj? Vettünk akciópontot. Na igen. Virágot kell venni egyébként, hogyha Lizanderrel szeretnétek a képet. $20, ennyit nem kaparós sorsegem. Jó. Jaj, bekékült kék halál. Oké. Aha, nem semmi kórház. Ez azért. De hogy nem fogunk eltévedni, az a lényeg, hogy eltévedjünk. Akciópontgyilkos az egész. De mérges, azt a jó van. Akkor... Nagyon jó. De mi ez a? Tök jó. Tetszik.
No. Menj már be, asszony. Persze, hogy rossz helyre jöttem. Hát, igen. Tök jól néz ki. Jobban néz ki. Nekem legalábbis jobban tetszik. Nektek hogy tetszik az új Rozália? Mert így... Szerintem cukibb. Na mindegy, menjünk tovább. Istenem. Jaj. Nagyon jó. Tudtam. Olyan, mint egy szappanapera. Elvetett az emlékezetét. Miért is te? Mi? Tudja, nem. Igen. Csak a filmekben van. Nem. Itt is létezik, mert a csábításból 8-as, és itt minden létezhet. Ha azt mondják, hogy egy pasit elcsap egy autó, de tök mely pasi vagy, vagy csaj. Elcsap egy autó, tipikusan elveszed az emlékezetet, és azt se tudja, hogy ki volt a csávod, a csajod, a szomszédod, a kutyád, lényegtelen. Itt olyan dolgok vannak, hogy minden lehetséges. Hát én is tudom, mit mondjak erre, nem számítottam, vagy várj, de számítottam rá. Nagyon jó. Istenem. Nagyon fasza. Végül visszatérve az előzőre, amikor keresgettem, hogy mi van. És ha valaki nem tudja, még mindig a kezemben van a telefon, akkor honnan jöttem volna? Na mindegy, hagyjuk. Essünk, hagyjuk lógva. Vissza. Porta folyosó.
Hát igen, nem mondjuk meg neki, hogy együtt járunk, mert akkor elég gáz van. Nem röhögtem. Csak olyannak tűnt. És miért áll? Miért nem fekszik? Hát ez fasza. Mintha a sejt... Lement 83%-ra 110-ről. Azt a kurva, ezért dolgoztam ennyit. Hát felpafozom így. Az a nyád úristenét, hát térjen észhez. Asszony, 30 epizódon keresztül itt szívom, és így felcsap egy autó, halad. Máskor tudom, mit csapjon el? Egy traktor? Hülye gyerek. Faszom. Már bocsánat, de most miért? Fú. Na nézzük. Na nézzük csak. Fú! Azt mondja, itt a megfelelő válasz itt az A. Szellemnek hittelek. Úgy látjátok? Virág, és most hol megyek levegőzni? Az egyes szobába, vagy mi? Megyünk le a folyosó... Nem. Megyünk le a portára. Megyünk egy kávéra. Vagy a franc se tudja. Kimegyünk a kórházba. Hát ez van. De cuki! Hát igen, az se tudja! Elbaszta egy traktor! Az most ez van. Na, akkor azt mondja, ez minusz, ez plusz, ez most semleges. Nem, nagyon nehéz ezt felfogni. Elfogadni, az is jó lesz. Na nézzük.
Na, elindulunk. Lift. Folyosó. Második ajtó. De jó. Mi? Hogy hallod, gyerek? Ez nem egy buzi szappan opera? Fú, te! A volébe tudom, mit csinálnék? Fú, gyerekek! Szétvenne az atya úristenes ideg. Oda mennék, úgy felképelném a ribancot. Ah, nem. Az se jó. Vagy csak odakit verném meg, aki nem látják. Fú, te! Áj! És hova tűnt a virágom? Ott volt az asztalon, ez nincs ott. Fű, júj. Egyébként meg ahhoz, hogy tovább kapjunk ilyen képizét. Az elsőt kell nyomni. Ott van a virág, ez az. Tényleg olyan nőnek, hogy baja van. Ezek hol vannak? Ezek engem szivatnak. Nincsen sehol senki. Jaj, megint egy akció, pontvesztés dolog, de jó lesz. Nem már. Rá! Na! Na! Fű, gyerekek. Na jó. No, a lényeg az, hogy igen, járkálgatni kell össze-vissza. És találkozni kell a orvossal és a lejkkel. És itt kéne lenniük valahol. Tehát mint ezen a folyosón. Ezt nem hiszem el. És komolyan. Rohadjon meg ez a játék, most már komolyan! Fú, gec. Ez nekem mai napra, ez nekem nem való. Egy óra múlva nekem találkozom van, édes Istenem! Fel kell nektek töltsem, nem is arról van szó, én szívesen csinálom, de hát baszki! Fú, rohadjon meg, 200 akciópont elment. Azt a mindenét nem hiszem el. Esküszöm, feljelentem őket. Ezt... Hihetetlen. De komolyan mondom. Egyébként a külföldi videóban is az van egyébként, hogy a csajnak is így össze-vissza rohangál, mint a mérgezett tegér. És majd csak nem tudom, hát mennyi idő múlva jelenik meg a folyosón a lejk és az orvos. Úgyhogy nagyon király. Istenem. Elmegy 200 akciópont, és akkor jössz rá, hogy hol te jó ég, hol vannak a több... Na jó. Hallod, ez a játék, ez néha nonsense, tehát ez...
komolyan mondom. Hihetetlen. Istenem, na végre ezt mondom. 220 akciópont, az már úgy érzés. Sírra fogok fogadni, esküszöm. Egyébként titeket is szivat, vagy csak velem ilyen paraszt, vagy én ezt nem tudom. Már agyinfarktus fogok kapni. No, hát akkor. Na haragudjon, biztos egyedül szeretne most lenni. De hogy gyermekem, örülök a társaságnak. Jó. Na jó, menjünk fel az emeletre, most már agyinfarktus kapok. Hát... Most elvesztett le a fejem. Jó vagyok. Én hagynám egyébként. Fogja, kicsapja a genyóba a rohadékot. Az lenne a legegyszerűbb, nem? Vagy de? Vagy nem? Na egyébként itt most két fő dolog lesz. Az első pászik, akkor Lysander, Armin és Kentin lesz a kaptok képet. Viszont hogyha az alsót, akkor azt hiszem, akkor Nathaniel és Castiel. Ugye az alsó, úgyhogy nekünk viszont a felsők, mert ugye Lysandert szeretnénk. Úgyhogy Lysander. Hagytam, hogy ők is félrejtsék magukat, nagyon haragszom rá, ezért főleg azért, mert miatt a történt a baleset. Egyébként alapjától is ezt választottam volna, mert ideges az a kis csaj. Az a kis csaj. Na, most megyünk és felszívtuk magad is. Most aztán.
Igen. Kb. Kettőt volna kellett volna beküldeni. Mi? Fú, te. De ez egy gyerek, ez egy kislány. Igen. Na nézzük. Azt hiszem nincs semleges, de válszok akkor a... elsőt. Az azt már igen. Ez lenne a kép. Vov. Sorry, be... csomok egy ilyen frissítést. Most van egy pillanat. Az igen. Az wrong. Az aztán hiba üzenet. Gyerekek. Most mi van ezzel? Jó. Hát akkor nincs kép. Vagy van, csak... na. A gyerekeket, ez nem hiszem el ezt a játékot. Jó, szóval mindegy. Jó. Vaj, meg kell sem neten. Most mi van? Nem tudom, mit mondod az üzenet, nem kép volt. Az én utána néztem. Na, menjünk tovább. Fizikailag jól vagyok. Az azt mondja, hogy ez a kettő semleges, ez meg plusz, úgyhogy plusz nyomunk már, most már ideges vagyok. Ez jó. Hát, öcsém, ez egy szappanopera, gyerekek. El sem hiszem. Nagyon laza.
Mi nem buktuk le a veséjét. Olyan jó lett volna. Most találjuk meg akkor Rozáliát. Valahol. Ó, oh, Castiel, hello! Aha, szóval. Tehát ez, ez semleges, vagy na, ez aztán mínuszos, ez meg semleges, de ezt kell választani ahhoz, hogy kapjatok tőle képet, úgyhogy... Nem lett mínuszos, de lehet, hogy túl nagy a mérőm már. De, mínusz lett, oké, erre gondoltam. Oké. Akkor hol a doki? Nem találtam egy dokit se. Az a csaj, jaj, itt van. Azt mondja, a felső az mínusz, ez meg semleges, és ez is semleges, úgyhogy... Mit tudom, hogy legyen ez. Nincs. Egy orvos sem. Sehol sem. Az az. Végre egy keresztanya. Istenem. Hát, hogyha már ráment, hallod, mennyi akciópontom most nézem. Te Jézus. Ouch. Ez egy nagyon durva és fájdalmas epizód. Oké, menjünk tovább. Kaptam tőle valamit, de most már mindegy. De hol van egy orvos? Istenem! Nincs itt sehol se orvos. Kamu. De bezzeg, Rozáliát átizé rajzoltak ilyen tök szép, a mi karakterünk meg csóró. Na jó van. Fú, te! Ez egy ilyen akciópont gyilkos epizód.
Na szóval, itt pluszta, kicsit pluszoljuk már a mérőket, és aki azt jelezhetne képet, akkor a B-t nyomassa. És 100! Miért? Menjünk föl. Menjünk ki! Szívünk levegőt. Ah, hello! Hát jó. No, hát ez itt mínusz, ez itt semleges, szóval igazat mond, én is tanúsíthatom. Egyébként ez mindegyik semleges, úgyhogy a... Bármi. Végre utolsó. Na menjünk. És most lesz a vége a játéknak. Ne már! Ne már! Szopac!
Hagyjál már különleges tárgyal, nem érdekel. Egyébként a különleges tárgy, mindjárt mondom nektek, hogy mi volt. Azt el is felejtettem egyébként. Tehát úgy van, hogy... hogy van a, ugye a szoba, és akkor a, ahol voltunk, ugye az egyes szoba, ott van a fiók, és abban a fiókban létszik, keressétek meg a nyakláncot. Azt hiszem nyaklánc van benne. Egy ilyen tök jó kis köves nyaklánc, csak én dettóra elfelejtettem, mert olyan ideges voltam, hogy 500 milliárd akciópontom elment. Egyébként, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mennyi akciópont ment el, hát figyeljetek, volt az elején 170 valahány akciópontom, jó volt, ott elkúrtam egy 100-as, tehát az lehettem volna okosabb, menjétek vissza egyébként a szobába, amikor telefonáltok mi mindig, de nem tudtam, hogy azt nem leraktam, na mindegy, lényegtelen. Szóval azt most nem veszem igénybe, ugye az most így volt. Azon kívül volt 100, mennyit mondtam, 170 valamennyi, tehát akkor mondjuk az, hogy ez a 100 most egy pluszba fogom számítani. Azon kívül vettem 600 akciópontot, és abból már csak 219 van. Tehát, és akkor azt még a plusz még hozzadok egy 100, akkor 319. Mondjuk, és de akkor is így azt mondja, hogy 300, és akkor hűha, akkor ilyen jó, 4-500 akciópontot, azért lazán, 500-at, tehát így lazán. No, mindegy, mit akartam, mi történt, hogy nem tápam meg a bigyó-bigyót, igen, aztán, igen, és akkor most mi van? Ó, tököm már. Na, se baj, ja nem. Kávézó. Itt az a jó, ha nem beszél. Igazából jöttem, ez itt semlegesek, de nem mondunk semmit, akkor plusz. Igen. Igen. Nos, akkor. És akkor most lesz vége az epizódnak. Szóval. Na, tessék. Itten van. Király. Hát igen. És innen menjek haza. Basszapac! Kit érdekel? Hallod? Ja, Istenem! Puh! Nem baj, vigyük fel a mérünket Ninával.
Istenem. És vége. Hála Istennek! Na, gyerekek. Durva. Azért elég is durva, hogy 500 akciópont. Így ment a kukába. 5-600. Az azért... Jajjajjaj. Na jó van. Hát akkor köszönöm, hogy itt voltatok is, hogy megnéztétek ezt a kemény több mint egy órát. Mondjuk majdnem 1 óra 8 perc és pár másodperc. Hát akkor találkozunk legközelebb, amikor lesz ugye megint ilyen epizód. Nagyon ajánlom, hogy emlékezel ránk, mert szét fogom. Jó, hát emlékezni fog biztos, de attól még szétcsapom a fejét. Úgyhogy igazából ennyi. Úgyhogy hajrá gyerekek, sok sikert, írjátok le a tapasztalatokat ide a komment szekcióba, hogy nektek... titeket is szívott ennyire a játék, vagy csak velem ilyen genyóruhadék? Nem tudom, tehát hogy egyszerűen ez hihetetlen. Na mindegy. Köszönöm, hogy tudtatok, és hogy megnéztétek. Szervusztok!